Mi a valóság? Hogy határoznád meg? Mivel? Ha arról beszélsz, amit érzel, amit szagolsz, ízlelsz, látsz, a valóság csupán. Az agyad által megfejtett elektromos jelhalmaz. Ez az általad ismert világ. Eddig álomvilágban éltél, Neo. Nem. Ezt nem hiszem el. Ez lehetetlen. Nem mondtam, hogy könnyű lesz. Csak azt mondtam, igaz. Elég. Engedj ki! If you've retired, you don't have anything to worry about. It's the third time I've said that. I'll probably say it three more times, see? In my line of work, you got to keep repeating things over and over and over again for the truth to sink in, to kind of catapult the propaganda. Ketyeg a nyugdíjbomba, figyelmeztetnek a szakértők. Egy felmérés azt mutatta, a lakosság nagy része szerint az állami nyugdíj nem lesz elég ahhoz, hogy megéljenek belőle, mégsem terveznek nyugdíj célú megtakarítást. Közben a járulékfizetők száma csökken, a nyugdíjas korúak száma pedig a ratkó gyerekek nyugdíjba vonulásával nőni fog. Ráadásul folyamatosan emelkedik a várható élettartam is. A stúdióban köszöntöm Takács Szabolcsot, a bankmonitor.hu elemzőjét. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Ketyeg tehát a nyugdíjbomba, de mikor robbanhat? Ketyeg, de ez a nyugdíjbomba ez időzített. 2040-ig körülbelül biztonságban vagyunk ebből a szempontból. Ez azt jelenti, hogy azoknak van a nyugdíja igazából veszélyben, akik 1975 után születtek. Ezt nem lehet elégszer mondani, hogyha ezt kimondjuk, hogy 2040-ig biztonságban vagyunk, akkor nagyon hajlamosak az emberek legyinteni egyet, hogy akkor minek foglalkozzunk ezzel a problémával. Az a baj, hogy akkor... Tehát akkor már a mostani 30 éveseknek, 30-valahány éveseknek ezen kell gondolkodni? Sőt, a 40 éveseknek is azt gondolom, ezen kell gondolkodni. Úgyhogy... Hát nekik főleg. Abszolút. És hogy mit érdemes tenni ebben a helyzetben? Mi azt gondoljuk, hogy Magyarországon három különböző megoldás van arra, amivel hatástalanítani tudják az emberek, a polgárok ezt a nyugdíjbombát, de úgy látom, erről majd később beszélünk. Így van, mindenképpen szeretném a megoldásokat meghallgatni, de hát előtte beszéljünk arról is, hogy felelősség, az egyénnek mekkora a felelőssége ennek a helyzetnek a kialakításában? Van-e felelőssége ennek a helyzetnek a kialakításában? Az én véleményem az, hogy óriási felelőssége van. Tehát én azt a megközelítést pártolom, hogy mindenki gondoskodjon saját magáról. Eltekintve persze néhány kivételt, aki erre képtelen, de én abszolút az öngondoskodásban hiszek. És, csak hát nyilván jó pár embernek az a dilemmája, hogy most akkor a gyerekét iskoláztassa, arra tegyen félre, vagy pedig a nyugdíjas évek. Pontosan, és itt jönnek képbe a számok, amiket ön mondott a felkonfban. Azt azért tudni kell, hogy per pillanat Magyarországon az embereknek mindössze 2%-a gondolja azt, hogy az állami nyugdíj az elég lesz számára a megélhetéshez. Tehát szinte azt mondhatjuk, hogy senki nem bízik abba, hogy majd az állami nyugdíj lesz az, ami őt eltartja. Ennek ellenére 10-ből 2-3 embernek van nyugdíj célú megtakarítása. Tehát az emberek 3/4-ének nincs. És ez egy nagyon-nagyon veszélyes szám szerintem. Miért nincs? Hogyha ezeket az okokat vizsgáljuk, akkor azt gondolom, hogy három dolgot mondhatunk. Az egyik az, és talán ez a legfontosabb, hogy Magyarországon a jövedelmek sajnos per pillanat nem teszik lehetővé, hogy az emberek nagy része spóroljon a nyugdíj célra, vagy akármilyen célra. Nincs is olyan réteg, akinek a jövedelme lehetővé tenni, és mégsem teszi? Mondjuk itt gondolok, hát nem feltétlenül 100%-ig megfeleltethető a helyzet, de gondolok azokra a vállalkozókra, akik minimálbér után fizetnek adókat, és nyilván a nyugdíjszámításnál is ez majd meg fog jelenni. Így van, mindenképpen van egy olyan réteg, tehát azt gondolom, hogy ha azt vizsgáljuk az embereknek azt a 3/4-ét, akinek nincs nyugdíj célú megtakarítása, akkor ott két csoportba osztatjuk az embereket. Az egyik az, aki nem képes arra, hogy megtakarítást képezzen, a másik az, aki nem akar
megtakarítást képezni, mert mondjuk a pénzügyi kultúrája nem ér el odáig, hogy felfogja azt, hogy neki szüksége van biztonsági hálóra, neki szüksége van nyugdíjcélú megtakarítása. És én azt gondolom, hogy az első ok az a jelentősebb, tehát jövedelmi korlátokba ütköznek a magyarok nagy része jövedelmi korlátokba ütközik, és a másik kisebb réteg az, aki a saját döntése alapján nem takarékoskodik. És visszatérve még a jövedelmi a problémára, vagy arra, hogy vállalkozók vannak-e minimálbérre bejelentve, azt gondolom vannak, de ez egészen odáig nem feltétlenül probléma, ameddig ő gondoskodik magáról. Tehát, hogyha neki van adott esetben fekete jövedelme, mert azt gondolom erről beszélünk, akkor, és abból ő mondjuk befizet saját magára egy önkéntes nyugdíjpénztár keretében, vagy egy nyugdíj előtakarékossági számlán gondolkodik, akkor azért mégis gondoskodik magáról. Persze nem feltétlenül tiszta dolog, amit csinál, de mégiscsak gondoskodik magáról. A kérdés tehát az, hogy ő mennyire hajlandó takarékoskodni. Mit javasol az 1975 után születetteknek? Mennyit tegyenek félre mondjuk havonta, vagy számítsuk úgy akár, vagy évente ahhoz, hogy nyugdíjas korukban biztonsággal meg tudjanak élni? Vannak-e ilyen számítások? Vannak. A javaslatom nem csak az 1975 után születettekhez szól, azt gondolom, mert hogy az, hogy 2040-ig a nyugdíjkassa az állni fog, vagy addig stabil, az nem azt jelenti, hogy az onnan kifizetett nyugdíjak, azok lesznek majd akkorák, amiből kényelmesen meg lehet élni. Tehát azt gondolom, hogy nem csak az 1975 után születetteknek kell elkezdeni ilyen nyugdíjcélra spórolni, hanem mindenkinek, mégpedig azonnal. És a javaslatom a következő, és ezt egy szemléletes számítással gondolnám illusztrálni. Magyarországon három különböző eszköz van, amiben érdemes nyugdíjcéllal spórolni, ez a nyugdíj előtakarékossági számla, vagy NYESZ, az önkéntes nyugdíjpénztár és a nyugdíjbiztosítás. Mi a Bankmonitornál azt gondoljuk, hogy a nyugdíjbiztosítás egészen jó megoldás, de drága, úgyhogy nem azt javasoljuk. A NYESZ számla az egy nagyon olcsó megoldás, viszont van egy olyan hátránya, hogy szakértelemmel kell hozzá rendelkezni, és időt kell ráfordítani, nekünk kell kezelni a megtakarításokat, viszont a középső alternatíva az önkéntes nyugdíjpénztár, az szerintünk egy igen optimális megoldás, úgyhogy mi azt javasoljuk. És akkor jön a számítás, hogyha valaki 20 évesen havi 10.000 forintot elkezd félretenni az önkéntes nyugdíjpénztárára, akkor a jelenlegi kalkulációink szerint, mire nyugdíjba vonul, összegyűlik 22 millió forintja. Ez a 22 millió forint, ez úgy jön össze, hogy ő mindössze olyan 5-6 millió forintot fizetett be, a többi az hozamokból, illetve állami támogatásokból jön. Én azt gondolom, hogy ez az arány, 5-6 milliót befizetek, 22 milliót kapok, ez magáért beszél. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon vonzó alternatíva. Takács Szabolcs, nagyon szépen köszönjük a jó tanácsot. Köszönöm szépen. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!